A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával önök a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Múlt heti híradásunkban foglalkoztunk a Havihegyi sziklák melletti magántulajdonban lévő terület sorsával, mely helyi védettség alatt áll. Jelenleg a bíróság tárgyalja az ügyet a Duna-Dráva Nemzeti Park feljelentése nyomán. Múlt heti összeállításunkban megszólalt a Pécsi Városi Bíróság, az önkormányzat és a Nemzeti Park képviselője. Természetesen szerettük volna megkérdezni az érintettet is, de többszöri próbálkozással sem bukkantunk a tulajdonos nyomára. Tegnap jelentkezett szerkesztőségünknél a jogi képviselő, de nem vállalta, hogy kameránk elé álljon, írásban fogalmazta meg kifogásait, és több hivatalos dokumentumot is rendelkezésünkre bocsátott. Állítása szerint építési és telekalakítási engedéllyel végezte a munkákat, továbbá a bíróság hatályon kívül helyezte a korábban kiszabott büntetéseket. Többször hangsúlyozta azt is, hogy ők a Havihegyet eredeti állapotában kívánják visszaállítani, és megkezdték a parkosítást. A jelenleg folyó perről dr. Pongránci Jenő Zoltán nem kívánt nyilatkozni. Az ügyre a jogerős bírósági ítélet után visszatérünk, de továbbra is teret adunk az érintettek és természetesen nézőink véleményének is. Vendégváró Baranya 2001 címmel rendezett szezonnyitó turisztikai konferenciát a megyei önkormányzat. A baranyai turizmus aktuális kérdései mellett ezen a szakemberek érintették a horvát-magyar és a szlovén-magyar turisztikai együttműködést is. Gyógy- és termálfürdők, borutak, falusi és ökoturizmus. Baranya mindezek megfelelő fejlesztésével az ország egyik kiemelkedő vidékévé válhat, fogalmazták meg a konferencián. Ha nem csak kifejezetten a gyógy- és termálvíz bázisunkat, hanem a környező kiegészítő szolgáltatásokat, kulturális, történelmi környezetet, borvidékeinket, az ökoturizmusban rejlő lehetőségeket nézzük, akkor mindenképpen Magyarország egyik gyöngyszeme lehetne Baranya. A Széchenyi terv 25 milliárd forintos turisztikai célelőirányzatából 19 milliárd jut konkrét fejlesztési programok támogatására. Nagyon fontos, hogy a kistérségek, tehát ahol a dolgok történnek, azoknak a figyelmét felhívjuk arra, hogy milyen lehetőségek vannak. A megye vezetése úgy ítéli meg, a hatékony fejlesztéshez a szolgáltatások megfelelő összekapcsolása, komplex programok kidolgozása kell. Az önkéntesség nemzetközi éve jegyében rendezett konferenciát és tréningprogramot a Vöröskereszt megyei szervezete. Az előadások és konzultációk az önkéntességnek a társadalomban betöltött szerepével, a szociális szférában elfoglalt helyével foglalkoznak. A Szociális és Családügyi Minisztérium felkérésére a Magyar Vörös Kereszt egy 3 éves program kidolgozásában vesz részt, melynek részét képezi a legutóbbi tréning is. A program célja, hogy a szociális szférában dolgozó önkénteseket képezze ki szakmailag. Megpróbáljuk azt megvitatni, megbeszélni, hogy mire is alkalmasak, mi legyen a képzési anyag az önkénteseknek, és hol tudják foglalkoztatni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a tevékenység, sikeres legyen az ott dolgozóknak, jól érezzék magukat az önkéntesek, és elsősorban azok, akiért az egész program szól. A legutóbbi tréningre azonban nem az önkéntesek, hanem a szociális és civil szférában dolgozó szakemberek voltak hivatalosak. A tréning célja az, hogy felkészüljenek az önkéntesekkel való együttműködésre. Évek óta részt veszek a vöröskeresztes munkában, az önkéntes munkában, és a tavalyi évben több alkalommal részt vettem egy tréningen. És az idei évben is érdekel, hogy tulajdonképpen mi az, amit kamatoztathatunk a szociális szférában az iskola területén. Reméljük azt, hogy ugyanúgy, ahogy eddig is azért a Vöröskereszt alapeszméje volt az önkéntesség és az önkéntesek foglalkoztatása, képzése, hogy most sokkal megalapozottabb lesz, sokkal konkrétabb tevékenységeket tudnak végezni, annak érdekében, hogy a rászorultak, a segítésre szorulók hatékonyabb ellátásban részesülhessenek. Az országban az idén 5 helyszínen lesznek a tanfolyamok és tréningek, és ez a jövő évben tovább szélesedik majd. Közös sajtótájékoztatót tartott a Dédászert és a Pécsi Rendőrkapitányság. Ezen egyrészt a fogyasztói helyek ellenőrzésének tavalyi tapasztalatairól, másrészt a cég és a rendőrség együttműködésének eredményeiről számoltak be. A Dédászert 2 évvel ezelőtt kötött együttműködést Baranya, Tolna, Somogy, Zala és Fejér megye rendőrkapitányságaival. Ezt az indokolta leginkább, hogy az utóbbi években elszaporodtak a fogyasztói helyeken történő szabálytalanságok. Úgy gondoljuk, hogy az áramlopás pont olyan bűncselekmény, mint akármelyik másik lopás, hogyha valaki boltba lop, vagy akárkinek el tulajdonítják bizonyos tárgyait, vagy vagyonát, értékeit, ez egy lopás, és ez az áram esetében is pont ugyanígy van. Az eddig ellenőrzött fogyasztók közül 3,5%-nál találtak szabálytalanságokat. A rendőrség mind a lakosság, mind a Dédászerté segítségével együtt sikeresen látja el a feladatait.
kaptunk mi egy jelzést állampolgári körökből, aminek utána ment a pécsi kapitányság, és hát azért itt szakkérdésekről van szó, hogy a legális utat megkerülve bekötések történtek bizonyos helyeken. Hát ezt mi nem tudjuk egy DDoS-os szakember nélkül megtenni. Az ügy érdekessége, hogy a nyomozás során az is kiderült, a szabálytalanságok nagy részét csak DDoS dolgozók segítségével tudták végrehajtani. Abban a munkában, amit elkezdtünk a hálózati veszteség csökkentésére, egy fordulat következett be, tehát mi korábban folyamatosan nőttek a veszteségeink, és folyamatosan nőtt a lopások száma. Most egy csökkenés mutatkozik, és ez a rendőrség közbejárására és a rendőrség segítségével történt. A DDoS RT tehát hosszú távon kíván együttműködni az érintett rendőrkapitányságokkal. Pécsvárad önkormányzata, a Várbarát kör és a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Intézete népfőiskolai alakulóülés szervezett a város művelődési központjában. A program részeként megnyitották a Pécsvárad népei című fotókiállítást, és előadások hangzottak el a népfőiskolák történetéről. Pécsvárad népei című fotókiállítással nyitották meg Baranya megye első népfőiskolájának alakulóülését Pécsváradon. A mozgalom újjáélesztését a Magyar Népfőiskolai Társaság ösztönzésére a Kertbarát körök Baranya megyei szövetsége és az egyetem felnőttképzési és emberi erőforrásfejlesztési intézetének művelődési menedzsment tanszéke vállalta megyénkben. A népfőiskolai mozgalom nagyon hosszú múltra tekint vissza, 1844-től számítjuk, de igazában, ha a magyar történelmet vizsgáljuk, egy korábbi időszakra nyúlik vissza, 1790-ig, Tessedik Sámuelnek a kezdeményezéseig, és Festetis György nevét is említhetnénk a Helikon és a Georgikon programjaival, illetve olyan személyeket, mint Veselényi Báró, aki a népfőiskolai mozgalmat a maga idejében Erdélyben alapította meg. Egy bonyolult társadalomban, amilyet most is megélünk, olyan specifikus intézményeket kell létrehozni, amelyek koncentrálják a feladatokat, amelyek alkalmasak arra is, hogy bizonyos célokra összegyűjtsék azokat a forrásokat, emberi erőforrásokat és pénzeket, amelyek egy speciális feladatra, így például a felnőtt képzésre fordíthatók. Az országban azt tapasztaljuk, hogy ez egy erős szervezeti rendszerré vált, és az egyetemünk intézete a felnőtt nevelés ügyét, felnőtt képzés ügyét támogató szervezetek elhatározták, hogy segítenek abban, hogy itt stabil, hasonló intézményrendszer szülessen. A pécsváradi népfőiskola programjait a tagok igényeihez igazítják. Van olyan nagyon-nagyon sok téma életünkben, Pécsvár történetében is, amit szívesen meghallgatnánk kicsit részletesebben, kicsit mélyebben kifejtve. Apropója is van ennek, a monográfiánk most készül. Nagyon fontosnak érzem, hogy megismerjük a történetünket. Fontos ez a lakosság és az önkormányzat az iskolák, intézmények életében is. Az alakuló ülésen részt vett dr. Heribert Hinzen professzor, az egyetem díszdoktora, a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézetének igazgatója. Az angol nyelv tanításának is hathatós eszköze lehet a jazz, folk és popzenében rejlő lehetőségek kiaknázása. Az ifjúsági házban ma rendezett konferencián az egybegyűltek meggyőződhettek arról, énekelve sokszor könnyebb, de szinte mindig élvezetesebb nyelvet tanulni. Az Oxford University Press által angol tanároknak szervezett konferencia első számú témája a zene használata az angol nyelv tanításában volt. Ezért hívtuk meg vendégünket, Caroline Graham című szerzőt, aki a jazz chantokat kitalálta. Ezek a jazz chantok abból adódnak, hogy az angol nyelv ritmusosságát hasonlítja és használja fel a jazz világához, és azt szeretné elérni vele, hogy a gyerekekben és a hallgatókban egyre inkább tudatosodjon az, mennyire másfajta ritmusban beszélik az angol nyelvet, mint mondjuk a magyart. De ez nem csak a magyar nyelvűek számára specifikusan más, ez mondjuk a japán, német és többfajta nyelvet használó anyanyelvű emberek számára a gond, hogy a ritmusa a nyelvnek teljesen más az angol nyelvnek. A tanítás módszertanát Pécsen kívül még 5 nagyvárosban tehetik magukévá az erre fogékony angol tanárok. Mind a 2 előadás, amit hallottam, gyakorlatilag azonnal hasznosítható, és éppen ez a jó ebben, hogy az embernek a napi rohanásban nem mindig jut ideje arra, hogy magát
olyan szinten tartsa, hogy azt illik, ahogy mindig 100 fokon illik égni szerintem egy jó tanárnak, és itt bármit hasznosíthatok abból, amit ma kaptam. Természetesen olyan tanárok is segítették az érdeklődőket, akik már régóta gyakorlatban használják a zenét az angol oktatásban, és most együtt összegezhették a tapasztalatokat. Sok angol szakos tanár van, sőt angol szakos, olyan etnikailag angol, aki évek óta valamilyen módon folytatja valamilyen zenei tevékenységet, és érdekes módon, ugye most a 2001-ben először van egy ilyen konferencia, mert furcsa módon senkinek nem jutott eszébe összeforrasztani a kettő dolgot. És most a piacon esetleg nem tudom, 3 vagy 4 olyan könyv van, amit kimondottan foglalkozik a zene a tanterem, az angol tanteremben, és a saját részem, amit ugye népzene, arról abszolút nincs semmilyen irodalom, hogy hogyan kell csinálni, úgyhogy ez mondjuk egy kis ilyen ütörő munkát, amit itt folyik. A konferencia végeztével az angoltanárok a sok hasznos ismeret mellett szabadon válogathattak a hatalmas mennyiségű segédanyagból, amelyek segítségével a gyakorlatba ültethetik át az itt hallottakat. A megyei levéltár szervezésében mutatták ma be dr. T. Mérei Klára Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. század elején című kötetét. A szerzővel a levéltár igazgatója dr. Udor Imre beszélgetett. A könyv bemutató alkalmából a megjelent szakemberek, köztük a megyei levéltár igazgatója, méltatták a pécsi történész legújabb munkáját. Hiszen T. Mérei Klára a kutatók számára eddig ismeretlen, Bécsben található forrásegyüttes dolgozott fel. A Baranya megyei településeket és útviszonyokat bemutató iratok 1810 és 12 között a napóleoni háború korában születtek. Idegen katonatisztek vették föl ezeket az adatokat a Dunántúlnak az egyes településeiről. Tehát egy olyan adatok, amit egy idegen néz, idegen szempontból. Azt nézte, hogy ebben a községben milyenek az adottságok, a földrajzi adottságok, a természeti és társadalmi adottságok, abban az esetben, ha itt háború van. A leírás tehát a hosszabb, rövidebb ideig megyékben tartózkodó katonatisztek személyes tapasztalatai alapján íródott, és segítségével könnyű elképzelni az utak, útmenti települések akkori viszonyait. Én ezt a baranyaiaknak szántam, azoknak, akiket érdekel a településük története lebontva, akiket érdekelnek az úthálózatok, hogy azok hogyan alakultak, milyenek voltak, akiket érdekel a természet változása, az éghajlat változása, mert erre is nagyon jó adatok vannak. Én nekik ajánlanám tiszta szívből, akik szeretik a megyéjüket, és akik szeretnék jobban megismerni a múltját. Együttműködési megállapodást írtak alá a megye és a város vezetői. Sorosülését tartotta a Nagyárpádi település részi önkormányzat. Sajtótájékoztatót tartott a közgyűlés ellenzéki frakciója, valamint a megyei főügyészség. Rövid hír összefoglalón következik. Együttműködési keret megállapodást írt alá Baranya megye önkormányzata részéről dr. Kékes Ferenc és Pécs megyei jogú város önkormányzata részéről dr. Toller László. A megállapodás célja a közös érdekeken alapuló együttműködés elmélyítése, valamint annak megerősítése, hogy a megye támogatni kívánja a város azon szándékát, hogy Pécs adjon otthont a Német Nemzetiségi Iskola Központnak és a Cinderi utcai tömbelsőben létesítendő bevásárlóközpont építési koncepcióját. A Fidesz frakció sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a frakció a képviselői jogok csorbításaként ítéli meg a Pécs megyei jogú város közgyűlése szervezeti és működési szabályzatának módosítását, mely szerint a napi rendelőtti felszólalás intézménye megszűnt. A frakció továbbá kijelentette, hogy a 2002-es választások megnyerése esetén visszaállítja ezt a jogot, mégpedig, hogy az akkor ellenzéki szocialisták élhessenek vele. A Baranya megyei főügyészség elmúlt évi munkájának néhány fontos tapasztalatát tárta a nyilvánosság elé sajtótájékoztatóján. Ezek szerint Baranyában 2000-ben a bűncselekmények száma lényegében azonos az előző évével, és a megye ezzel a 9. helyen áll Magyarországon. Nőtt az emberölések, a kábítószerrel való visszaélések és a vagyon elleni bűncselekmények száma, a rablások aránya változatlan maradt, csökkent viszont az ismerté vált bűnelkövetők száma. A Nagyárpádi részönkormányzat ülésén a tervek és az eredmények egyeztetése volt a központi téma. Ezek szerint együttműködési megállapodást kínválnak kötni a Szivárvány gyermekházzal, amely térítés ellenében programmal látná el ezt a területet.
Szintén tervezik a Mohács felé haladó út Nagyárpádi kereszteződésébe sebességkorlátozó tábla kihelyezését a biztonságosabb közlekedés érdekében. A településrész ígéretet kapott a várostól a régi temető mellett található illegális szeméttelep felszámolására, továbbra is megoldatlan probléma marad azonban az alsó falu úthálózatának rossz minősége. Végezetül kérem, hallgassanak meg egy közleményt. A Pécsi Város Üzemelési és Vagyonkezelő RT értesíti a közlekedőket, hogy április 2-án hétfő reggel 7:30-tól délután 3 óráig útszéli baleset veszélyes fák kidöntését végzi Mecsek-Szentkút térségében. A cég kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjen, valamint felhívja a járműtulajdonosok figyelmét, hogy a fenti időben a teljes útszakaszt lezárják. Türelmüket és megértésüket előre is köszönik. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat időjárás jelentéssel folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk. Időjárásunkat egy ciklon alakítja, ezért enyhe, de változóan nedves légtömegek érik el térségünket. Éjszaka túlnyomó részt felhős lesz az ég, kisebb eső is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 3 és 8 fok között alakul. Holnap napközben változóan felhős idő várható, helyenként gyenge esővel, záporesővel, élénk időnként erős széllel. A levegő tovább melegszik, a hőmérséklet 8-12 fok körül valószínű. Előzetes a Dunántúli Napló holnapi pénteki számából. A fogtömésekért nem kell majd fizetni? Szélesebb körben ingyenessé teheti a szaktárca a fog- és gyökértöméseket. Az erre vonatkozó jogszabálymódosítás tervezett kidolgozása megkezdődött, és rövidesen már nem csak a 18 éven aluliak és a 60 éven felüliek spórolhatják meg a fogászati forintokat, hanem mindenki. Bíróságok a megye tükrei. Az elmúlt évben több mint 30 ezer ítéletet hoztak a megye bíróságain dolgozó bírák. Mind a polgári peres ügyekben, mind a büntető perekben az adott térségekre jellemző esetek a leggyakoribbak. Szigetváron és térségében magas a megélhetési bűnözés. Komlón és környékén sok a családi pör, az erőszak és a válás. Mohácson a gazdasági perek száma szaporodik, Siklóson pedig szembe tűnő Horvátország közelsége. Rozsdagomba eszi a parlagfüvet. Egy Amerikában honos növényről elterjedt a hír, hogy ha behoznánk és elszaporítanánk Magyarországon, kihalna a parlagfű. Nyilatkoznak a szakértők, a veszélyek nem elhanyagolhatók, hiszen hazai növényfajok tucatjait is megölheti a rozsdagomba a parlagfűvel együtt. Részletek a pénteki Dunántúli Naplóban.